Tehát mi a 10 híra tanulmányában olvasunk, 6. kötet, szerintem 16-os fejezet, kérdéseket lehet küldeni a Kabbala TV-n keresztül, a kiválasztott kérdések pedig fel lesznek téve a lecke során. Igen, 16-os fejezet, Pék Dalet oldal. Oké, tehát a helyes szándékkal kezdünk olvasni, lényegtelen, hogy mit értünk bele, mit nem. A legfontosabb dolog az, hogy fényt kapjunk ebből. És a Brián az nem egy teljes partuf, csak is a vak állapotában van, az Alicampinhoz hasonlóan, az oka pedig ennek az, hogy mivel még az acilútban magában is, amikor a második zivug az abeve imán megtörténik, ahogy ezt már elmagyaráztuk, az ima, az anya, az a saját gyerekével foglalkozik, egy teljes partufval válik, az acilumban, a tvónaként, és az abba pedig fejet hajt, hogy végre hasonlít zivugot vele. Ezért ki fog derülni, hogy a gárd fénye az abának, az nem hajt végre zivugot a tvónával, hanem kizárólag meghajtja a fejét az abba irányába, és ezért, amikor ez a fény, orr, kilép a biából, a rozs de abba, az nem, nincs benne jelen, csak az ő vak része. Még egyszer. Tehát az Abba de Bria is nem egy teljes partuk, hanem csak a vak állapotában van, mint az Alicampin. Az oka pedig ennek az, hogy mivel még az acilútban önmagában is, amikor a második zivugi az abba imának megtörténik, ahogy azt már elmagyaráztuk az ima esetében, az ő gyerekével kezd el foglalkozni, ami az acilútban a túlna teljes partúfja, az abba pedig nyilván lehajtja az ő fejét az alsó lenyába, hogy zivugra tudjon azzal lépni. Ezért ki fog derülni, hogy a gárd fénye az abának, az nem lép végre a tunával, csak is az abának a fej meghajtása mértékeig, és ezért, amikor a fény eléri a biát, a rozs de abba az nincs benne, hanem kizárólag csak az ő vak része, tehát a hat. Én belső fény 214-es. A Briának az abbája nem teljes partúf, csak is a vakri, ez az Alicampinhoz hasonlóan. Az Abba de Bria azt jelenti, hogy ez a felső abbája az abbave imának, az Ima de Bria, pedig azt jelenti, hogy a Jeszut. És még hogyha erről mondva is van, hogy mindezek a mohinok, amelyek a gár állapotában vannak az abbave imában, amelyek tulajdonképpen a gárdebína minőségét jelentik. Azonban, mivel a zivug nem a saját helyén történt az abbave imában, ami a Hazedári Kampin felett van, nincs megszorítás, csak az, hogy az abbave ima a háze alá küldi a Jeszuthoz a fényeget, és akkor ezek zivugra lépnek, és ez pedig úgy tekintető, hogy a fej meghajtása a felső abbave ima felé, mivel a rossz a felső abbave imában, az minden megszorítástól meg. És még hogyha alul van a Gárdári Kampin, ez egyáltalán tekintető megszorítottnak, ha csak is haszadimra vágyik, és így föl tudja emelkedni a rosshoz, amikor akar, azonban most, amikor leereszkedett a Hazedári Kampin, mert a Hazedári Kampin megkása alá, a Párszede Haze az is vele süllyed, és ezért a felső avimának az mérték, ez vak, rossz nélkül. És csak is a vak állapota az ebben a imában terjed ki ebben az zivugban a briába. Az acilut de tvuna, amely valóban igaziában az fejet hajt és zivugot hajt végre, azaz minden egyes parcuf a házétól lefele a taburig egy különleges zóna, mely el van választva az aciluttól, hiszen az ő haza, mert ez a haze felett van, a biáig, és ez pedig a haze alatti rész, amely egészen a saját lábujjának a végéig van így, és ismert olyan jeszút, amelyet tunának nevezünk itt. Ők a hazétól lefele terjednek az abbaveimában,
azaz a párca alatt, és ez mind úgy tekintett, hogy bia, a tanhidám veima. És ezért van a vak állapota, amely rossz nélkül, ami jelenben van a rosszban, ez egy állandó állapot az ő jeszutjában. És valóban most, amikor a második zivugját keresjük az emeimának, amely leereszkedett a saját helyéről, azaz a haze alá ment, amely az acilut világában a kilépés jelentő, hogy zivugot hajt végre a jeszut szintjén a saját párszája alatt, a bria világának a helyén, és ezért ők egyé válnak a jeszutban. A jeszut az a házétól lefelévő parcufból emelkedik ki, mert bele van fogadhatva az abeveimába, ezért a jeszut önmagában teljes parcufá válik. És a házétól lefele, és a bi alatt, melkosa alatti részben erről van mondva, hogy az ima, az anya, az csak is a saját gyerekére aggódik, amely komplet parcufot vonában, és ilyen módon a biadett vona, az leleszkedik, és ráöltözik belső fényként az onra, a fiúra, és az acilutnak a tvonája a házétól lefelé a jeszutban, ez megmarad azon a helyen, ahol van, belefogadva az abban a imában, mint körülelő fény. És ez az, amiről Ari mondja, hogy valóban az Abba, az atya fejet hajt, hogy zivugot tudjon végrehajtani az imán, mivel írva van, hogy az ima, vagy a jeszut, az Abának a leereszkedéséből egy darab acilutot visz magával, amely a felsője lesz az abaveimának, azaz a parcú fele a házétól lefele, a felfele, bocsánat, az a felső abaveima, amely nagymértében lecsökken a jeszuttal való integráció okán, mivel semmiatt gyakorlatilag elveszti az állapot, az ögárját, mert ezek megszorultá vál a párszával, és teljes egészében kilépnek a rozsdári kampimból. The words of the Ari, item 215-ös pont. Tehát az ima egy teljes parcuf, mivel a fent említett ok miatt csak neki a tvuna állapota van, amely egy rövid szint, és van egy másik ok is, mivel az ima az a fészkabriának, és a kettes a okma az acilutban az el van rejtve benne, ezért itt a feltárás csak is a vak jelentésében nyilván meg az ima, amely feltárult, mint bria. Mint bria tárul föl, ezért az ima pártufja az teljesen válik még egyszer. Na ezt még egyszer olvasok, mert ezt kicsit rosszul fordítottam. Tehát az ima a briában, ez teljes pártuf, a fent említett ok miatt, csak ő a túl állapotában van, amely egy rövid szint. És van egy másik oka is mindennek, mivel az ima az a fészkabriának, és a kettes a hokma az acilutban, az pedig el van rejtve benne. Ezért nincsen feltárulás csak a vak mértékében, mert az ima, aki feltárul bria, ez az ima de bria állapotával válik, és így teljes is lesz. 216-os pont. Tehát ez önmagában elmagyarázza azt, amiről mondva, hogy a felső ábave ima az a fészke a briának, azaz valóban benne ül a briában, ezért a bria világa így kezd el megszületni, mert az Arikampin a briában lefedett és elrejtett, ezért a bina briának nevezhető csak, mivel a fény feltárása kizárólag az ő binájában, és attól lefelé lehet még egyszer. Tehát valóban
Önmagában ez elmagyarázza, ami azt, ami írva van, hogy a felső ima, az a saját fészkében ül, az az ima de bina, az önmagában a saját fészkében csücsül, mert ilyen módon kijelenthetjük, hogy a bria világai elkezdenek megszületni, mivel az arikampin és az abba de bria, ezek elfedettek és rejtettek, és ezért a bina, az Briának tekinthető, mivel az ő fényének a feltárása az kizárólag a saját bínájában, és attól lefelé lehetséges. Reshut Zayin 217-es pont, és valóban mi hiányzik itt az Ima de Briában, az Orma Kif, a körülő fény, mert neki nincsen körülelő fénye. A Zerampin a Briában valójában egy teljes parcuf, azonban ami hozzá lett ez adva, hogy megjelenik az első Orma Kif körülő fény, mert minden, ami ilyen módon feltárul, az a barátok számára is feltárul, és ezért ezek a parcufi a Briának, ezek egyik szinte a másik után emelkednek fel még egyszer. És valóban, mi az, amit hiányzik az Ima de Briában? Az Orma Kif, a körülő fény, mert neki nincsen körülő fénye, és a Zerampinja Briának az egy teljes parcuf, azonban az állattal hozzátehez adva, neki megjelenik először az Orma Kif, mivel minden, aki fejet hajt a barátja előtt, az többet tár föl, mint a barátja. Ezért a Briának ezek a parcufjai valóban lemennek egy szinten lejjebb, hogy megtudják, még egyszer magyarabb. Tehát van az Einsof, tehát ereszkednek lefele a parcufok, el meg a világok egyikről másik után. És a parc alatt hirtelen elrejtétes dolog történik, az a tiszta kapnakarás, ugye? A parc alatti részt. De ott elkezdenek növekedni, mert ha az ima egy kicsi parcuf, ez elpig még erősebb lesz, és a malhut még erős teljes parcuf lesz. A parc alatt minden megerősödik. Minden egy erősebb piramissá válik. 218-as pont. Ari szavai, 218-as pont, és a Nukla de Zerampin a Briában, ez egy teljes parcuf két köröléssel, az elsőnek a jelentése az, hogy nincs a rozsban ima, ez az ő felső körülelője, a második körülelő pedig az ő alsó körülelője, ez pedig a lezáró ima, mert ez az a igazi körülelő fény, ahogy ezt tudjuk. Tehát a Nukva de Zerampin a Briában az egy teljes parcuf, két körülelő fénnyel. Az első körülelő fény az valóban a rosnak a tfilinje, ami az ő felső szintje körülelője, és a második körülelő az ő alsó körülelője, az pedig a tfilin de jád. A kéz, azért, mert ez mind körülelő fény, ahogy ezt mondtuk, tehát mindes tfilin az a körülelő elősben van. Ezek a gyökereknek és az ágazatnak a szimbóluma, mondjuk. Mit jelent a tvini a mi világunkban? Nyilvánvalóan a körülő fényeket, ugye ez, amit a kezükre tekernek, az a tvinin. Tehát nyilvánvalóan, tehát ezek a körülő fényeket jelenleznek. Oké, mondja rá. 219. Mindig egy kis új dolog is jön, és most pedig elmagyarázzuk a parcufok egymásra öltözését, mivel az acilútban, ahogy ezt már elmagyaráztuk, az összes parcuf teljes, és a gardátik az mindig megmarad és feltárul mindenféle ráöltözés nélkül, mivel az arikampim nem kell, hogy ráöltözön bármire. Tehát a Rosh Deatikban válik érdemessé, és az Addeatik pedig ráöltözik az Arikampinon belül a teljes 10 filára, még egyszer. Tehát most ezáltal elmagyarázzuk a parcufok ráöltözését egymásra.
Mivel az acilútban, ahogy ezt már elmagyaráztuk, az összes partuf teljes, és a gárdátik az megmarad, és mindenféle ráöltözés nélkül feltárul, mivel az Eric Campi nem tud ráöltözni, mivel az olyan tiszta, mint a rozsdátik. És valóban az addátik, annak rá kéne öltözni az Ari Campinon belül, és teljes tisztvilág kéne, hogy alkosson. A kabbalisták honnan tudják ezt, magyarul? Honnan tudják? Tehát nyilvánvalóan úgy, hogy kapcsolatban voltak az összes többi lélekkel. És ezen a kapcsolaton keresztül felfedezték a hálózatot, a kapcsolatnak a hálózatát, a formáját, és itt el is mondják nekünk, hogy milyen formában jelenik meg az edényben mindez, és milyen formában vannak összekapcsolatban ennek. Természetesen itt az általános fénynek megfelelően történik minden, ez adja az erőt a kapcsolatnak, de ilyen módon vannak összeolvadva ezen a módon, alulról felfele. Tehát a szinteknek a különbség az pontosan ennek megfelelően jelenik meg. Ezért minden a kapcsolat által érhető csak el. És nekünk is el kell jutnunk oda, hogy igazi kapcsolatot építünk egymással, ahol elkezdjük felfedezni azt, ami le van itt írva. Ennyi mondja rá. Ennek így kell megtörténnie. Világos, nem? Na, mi a következő rész? Megyünk a lecke a következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt együtt. את החיים מלאז במסעה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשאיר קייש אחד נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יזענו לגלוש שנמשך עד שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהעיד החיבור בין חברים לי 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 רק יבואו צרות, בנו הבחירה